A 90-es évek elején nagy vizsgálatok zárultak le, melyek arra kérdeztek rá, mi a legfontosabb az ember későbbi beválása, boldogulása szempontjából, és az derült ki, hogy nem az iskolai eredmény például 18%-ban befolyásolja ezt, ezért nem korrelál az iskolai beválás nagy tömeget vizsgálva az életben való beválással, nem az eminensek öntik el a sikeres emberek sávját, ellenkezőleg sokszor. Edisonról azt mondta a tanítónénie 10 éves kora körül, 9 éves kora után az anyjának, hogy tessék hazavinni, mert ez képezhetetlen. És próbálja otthon legalább írni, olvasni, megtanítani. Edison 11 éves korában már egy fizikakönyvet olvasott, és 1000-nél több találmánya volt, és minden, ami körülvesz minket, az égőktől a mobiltelefonokig, úristen, nem kapcsoltam ki, ezeket minden Edisonra meg vissza. Tehát, és mi nagyon sok ilyen példát tudnék felhozni, bezárólag Churchillig, aki diszlexiás, diszgráfiás volt, és irodalmi Nobel-díjat kapott. A II. Világháború írt zseniális könyveire. Ha már Churchillnél tartok, Churchill képtelen volt görögül, latinul megtanulni. És volt egy görög tanárja, aki többször meg kellett, hogy buktassa, de próbálta áthúzni. És állandóan azt érezte, hogy valami furcsa, valami vonzó van ebben a kisfiúban, aki ilyen hülye, előkelő származású, stb. És mindent elkövetett, hogy átnyomja Churchillt ezeken az osztályokon. Ezzel a tanárjával Churchill élete végéig, a tanár élete végéig, előbb halt meg, ő levelezett. Tehát azt akarom csak erre mondani, hogy gondoljuk el, egy tanár észreveszi, hogy a gyerek különösen az ő tárgyából totál képezhetetlen. És mégis egy olyan intuitív felismerés ébred benne, hogy ebben a gyerekben van valami. Nem tudja, hogy mi. És támogatja. Jó, visszatérek az alapkérdésre. Tehát bontakoztasd ki önmagad, ez lenne iskolába járás másik célja.